Családi nap keretében avatták fel június 13-án a kavicsos sólyázót Komáromban, a Molai városrész Dunaparti szakaszán. A horgászok már régóta használják ezt a területet, hiszen kiválóan alkalmas arra, hogy a csónakokat vízre lehessen tenni. Ezt az igényt látva Janka Ferenc és Molnár András, a BFL Boats Kft. Tulajdonosai az elmúlt időszakban egy 4 méter széles, 30 cm vastag közösségi sólyázót alakítottak ki, melynek segítségével a csónakokat és a hajókat biztonságosan vízre lehet tenni. Ez a sólyázó, ami itt készült, 1-6-os rézsűvel rendelkezik, ami annyit jelent, hogy 6 méteren 1 métert lejt, és ez pont elég ahhoz, hogy a hajók szépen felúszanak a tréleren is. Mint ahogy láttátok az előbb, ezt kényelmesen meg lehessen oldani, hogy a vízre bocsássuk. A sólyázó maga 4 méter széles, 25-30 cm vastag vasalt beton, 36 méter a hossza neki, és ez azt eredményezi, hogy olyan hosszú, hogy Komárom vízmércén a majdnem a legkisebb víztől, ez a egy olyan 40 cm-től, amit leolvasunk, szinte az árvíz szintig használható. Úgyhogy ez egy sólyázóknál azért ritka az, amelyik ilyen hosszú víztartományban működőképes. Itt a terület, hál' Istennek, ez biztosította a rendelkezésünkre. Először a területet, a terepet kellett kialakítani, hogy tudjunk betonozni rajta, bezsalúzni. Két ütembe csináltuk. Az első résznél egy 6 méter hosszú, 4 méter széles elemet lebetonoztunk, ez 17 tonna volt, annyi beton ment bele, és utána két nagy munkagéppel ezt a kis betonlapot beletoltuk a Dunába a víz széléig, így tudtuk elérni azt, hogy a kisvízi tartományba is használható legyen. Molnár András, mint mondta, Komáromban kiépített sólyázó eddig nem volt. Aki a jövőben nem akarja hazahúzni a hajóját, a korábban kialakított fedett hajó és csónaktárolóban helyezheti el. A kavicsos sólyázó avató ünnepségét egy családi nap keretében valósították meg vasárnap délután. Nagy családosok vagyunk mind a ketten, Feri is, meg én is, 3-3 gyermekkel, úgyhogy a család számunkra elég fontos, mondhatni a legfontosabb. A hajó tároló építésén is folyamatosan itt voltak kint a gyerekek is, és igazából maga a nevét ennek az egész területnek is, meg a hajótának is ők adták, mert ötleteltünk, hogy hogy legyen, mint legyen, és a gyerekek jöttek oda, hogy mikor megyünk ki a kavicsoshoz. Hova? Hát a kavicsoshoz, és akkor úgy rajta maradt, és innentől kezdve kavicsos. A családi nap keretében fajátékokkal, ügyességi játékokkal, tűzoltó bemutatóval várták a gyerekeket. A vízisport kedvelői motorcsónakázhattak, a kuvikosok jóvoltából pedig kajakozni és kenuzni is lehetett. A vizitúrák során többek között a Szőnyi szigetvilág vadregényes helyeit csodálták meg a résztvevők. Turi Bálint alpolgármester a rendezvényen arról beszélt, nagyon örül a kezdeményezésnek, úgy véli, ugyanis az elmúlt években nem voltak kihasználva a Duna adta lehetőségek. Nagyszerű dolognak tartom, hogy ilyen vízis sportlétesítmény készült itt a Duna partján a Molajban. Nem az első ilyen beruházás, ami mostanában, az utóbbi években történt Komáromban. Az egyik fontos lépcső volt, amikor a Magyar Kajakkenu Szövetség és Vízitúra Sport Szövetségnek a pályázatán keretén belül, a Bejárható Magyarország programon belül Monostoron létesülhetett egy vízisporttelep, és a eleve egy vízitúra Komárom Egyesület, a KUVIK kapta meg kezelésbe. Ha itt is létesült egy ilyen létesítmény, most nem csak a sójára gondolok, amelynek az avatója volt itt a mai napon, hanem egy olyan csónaktároló, megőrző hely van innen 200 méterre, amit Molnár András és Janka Ferenc létrehozott, hogy akkor az országos programon belül megvalósulhat kicsiben a bejárható Komárom program is, már pedig vízen, a Dunán, Monostor és Molaj között. Minden olyan dolog szerintem, amely a Dunához köthető, előre visz bennünket, és egy ilyen kis hibernált állapotból, hogy az elmúlt évtizedekben nem igazából foglalkoztunk és használtuk azt a lehetőséget, hogy Dunapartján vagyunk. A horgászok, akik leginkább ugye lent vannak a vízparton, de a városnak nem sok lehetősége van. Most ezen az állapoton tud segíteni az ilyenfajta kezdeményezés, az ilyesfajta beruházások. A tervek szerint a jövőben egyéb szolgáltatásokkal egészülhet ki a kavicsos sólyázó közvetlen közelében lévő Dunaparti szakasz.